Sziasztok! Én Tünde vagyok, én pedig Niki, és ez itt a Pontos Veszőparipa. A mai videónkban erről a fantasztikus könyvről fogunk beszélni, Jake Lutol, A ház az égszínkék tengernél. Mert nagyon imádjuk ezt a könyvet. Tartsatok velünk! Ház az égszínkék tengernél a Metropolis Media kiadónak az egészen friss kiadványa, és annyira örülünk annak, hogy ők ezt kiadták, hogy ezt el nem tudom mondani. Igen, már tavaly óta BookTube közösségben nagyon erőteljesen jelen van ez a könyv, és annyira meghozták a kedvem hozzá a többiek, hogy ugye én nem nagyon szoktam angolul olvasni, mert egyszerűen nem érzem úgy, hogy úgy át tudna jönni számomra egy könyv eredeti nyelven, mint hogyha magyarul olvasnám. De ezzel már úgy voltam, hogy na, én ezt el fogom olvasni angolul, és aztán jött a hír, hogy megjelenik magyarul, úgyhogy akkor megvártam, és előrendeltem, amint lehetett. A könyv arról szól, hogy egy olyan világban vagyunk, ami nagyon hasonlít a miénkre, annyi a különbség, hogy vannak benne olyan mindenféle fantasztikus lények, és ezek a fantasztikus lények nem annyira vannak jó szemmel nézve a társadalom normális tagjai által, és ezért a gyerekeket, azokat elszakítják a családjuktól, és mindenféle árvaházakba helyezik őket, ahol gondoskodnak róluk, meg hát elvileg védik is őket, mindenféle külvilág, mindenféle rossz dolgaitól. És a főszereplőnk, akivel indul a könyv, Linus Baker, ő a mágikus ifjakért felelős minisztériumnak egy ellenőre, és ide küldik egy különleges árvaházba, a Marsia-szigetre, ahol nagyon különleges ilyen gyerekek vannak, és azért küldik, hogy vizsgálja ki, hogy minden rendben van-e ott, és fennmaradjon-e az árvaházban a formában, ahogy most. És esetlegesen találjon is valamit, vagy ne. Igen. Nagy gyanús. És ez a könyv, ez egy nagyon-nagyon szívet melengető kedves könyv. Ezt szerintem mindenki el szoktam mondani, úgyhogy valószínűleg hallottatok már a könyvről, akkor rettősen meglepetés, vagy új információ ez. És emiatt nagyon-nagyon imádtuk. Viszont az elején még voltak kétségeink, hogy biztos, hogy ez annyira olyan nekünk való lesz. Ez túl nagy volt az elvárás. Igen. Az elején nyilván, mivel ugye ebből a nagyon szürke, disztópikus, bürokratikus, ítélkező környezetet ismerik meg, ahonnan ugye Linus Baker jön, és nyilván az ő személyiségére is elég nagy hatással van a környezete, bár egyébként relatíve még ő empatikus a környezetéhez képest. Ezért nyilván ez az elején még nem érezhető, de ez mondjuk nem is volt elvárás. Ami egy kicsit kicsireket keltett bennem az elején, nem sokkal azután, hogy megérkezik az árvaházba, hogy a gyerekek egyébként nagyon cukin, de nagyon nagy mennyiségben oltják őt egészen konkrétan, legtöbbször mindenféle halálos fenyegetésekkel. És egészen addig, amíg már teljesen világosan nem vált számomra ennek az oka, és hogy ez mennyire fantasztikus oka, arra mindjárt beszélni fogunk, addig kezdtem félni tőle, hogy ez ebben majd nagyon-nagyon nagy mértékben jelen lesz, és esetleg elmegy egy ilyen irányba, hogy egymás vérét szívják, és akkor ha, de vicces, csak nekem nem. De nem. Hát szerintem ezt elárulhatjuk, az nem spoiler, ha elárjuk, hogy ez miért van. És mert én erről beszélni akarok amúgy is, hogy ami iszonyatosan fontos üzenete a könyvnek, és nagyon fantasztikus, hogy erről ezt mutatja be ez a könyv, az az önbeteljesítő jóslatok,
Ugye, akik a halálos fenyegetéseket leginkább szokták tenni, az egyik az Talia, a gnóm lány, mert ugye a gnómokról azt mondják, hogy ők ugye ilyen kertészkedős növényekhez nagyon jól értő lények, és hogy azt mondják róluk, hogy ők szeretik az ásó lapátjuk a fejbe csapni az embereket és elásni őket. És a másik ilyen karakter az pedig Lucy, vagy Lucifer, vagy az Antikrisztus, aki egy 6 éves, nagyon cuki kisfiú, akiről meg ugye mindenki azt mondja, hogy ő a megtestesült, azt hiszen az Antikrisztus, és mind a ketten bebizonyosodik, de ezt amúgy nem lehet számolni. És hát Chauncey is, mert őről meg nem is lehet tudni igazából, hogy ő egyáltalán micsoda. Igen. Viszont azt mondják rá, hogy ő egy szörny, és a szörnyek azok az ágyak alatt laknak, és ijesztgetnek. Úgyhogy igen, és ő ennek próbál megfelelni, mert ezt mondják rá, igen. De közben meg egyáltalán nem ez az élet célja, igen. Hanem nagyon is jó élet célja van, és igen. Nagyon cuki. És hogyha addig nem lett volna egyértelmű, akkor itt, amikor Chauncey-ről ez kiderül, ő ugye nem csinál halálos fenyegetéseket, de egyszerűen egy ilyen jelenet, amikor ez az ágy alatti történet befigyel Linusnál, és itt, ha addig nem volt világos, akkor itt már teljesen egyértelmű lett, hogy itt erről van szó, és hogy mindegyik gyerek azért viselkedik úgy, tehát hogyha bármi ellenségesnek tűnő vagy fenyegető magatartást tapasztal Linus a gyerekektől, az mind azért van, mert ő nekik azt mondták, hogy te ez vagy, és ők meg megfeleltek ennek. Ez a pszichológiában létező fogalom, az önbeteljesítő jóslat, és egyébként pont a gyerekekkel kapcsolatban ez egy alap pszichológiai dolog, hogy ne mondogasd a gyerekednek, hogy te ez vagy, az vagy, főleg ne rossz dolgokat, mert tényleg olyan lesz. És közben viszont meg annyira nyitottak, és végül is szeretettel fogadják, azt leszámítva, hogy azért persze félnek attól, hogy ő mégiscsak egy hatalmi szervnek a képviselője, és hogy mit történhet velük, de ennek ellenére nagyon nyitottan állnak hozzá, és nagyon, nagyon aranyosan fogadják. Igen, úgyhogy emiatt ez szerintem fantasztikus volt, és később már meg is ritkulnak ezek a halálos fenyegetések, meg egymás mérnek a szíves, és tényleg inkább már átmegy abba, amikor ilyen összekacsintósan viccelődnek ezen inkább, mint sem, hogy tényleg azzal akarnák heccelni, hogy Linus ezt komolyan vegye, és akkor ez meg már teljesen jó. És ez szerintem, hát ez egy fantasztikus üzenet, és amit nekem személy szerint még nagyon-nagyon nagyon beütött, és nagyon fontos tanulság volt ezzel a könyvvel kapcsolatban, és ami iszonyatos jó választás volt a szerző részéről, hogy az Antikrisztust választotta az egyik ilyen különleges gyereknek, mert még én, aki tudom, kora tinédzser korom óta a mindenféle sötét, fantasztikus lények. Azelőtt kedveltem a sötét, fantasztikus lényeket, hogy az igazán menő lett volna a mainstreamben. Tehát, hogy így meg a Lucifer, meg a bukott angyalok, tehát, hogy abszolút, abszolút ilyen, én ezeket a dolgokat így szeretem, meg minden, és de hogy jöttek azzal, hogy nyilván itt össze van kicsit mosva, hogy Lucifer a sátán fia, ez nyilván nem így van, de mindegy, de hogy itt ugye Lucifernek hívják, és ő a sátán fia az Antikrisztus, és hogy egyszerűen ezzel, hogy én is magam is úgy álltam hozzá, hogy oké, persze igen, mind gyerekek, meg nyilván nem tudom, ha van egy sárkány, meg van egy gnóm, akkor ő valószínűleg nem lesz annyira gonosz, de hát az Antikrisztus, annak valamennyire muszáj gonosznak lennie, mert hát ő a sátán fia, hát gonosznak született. És ez a könyv, ez teljesen fejbe vert azzal, hogy mekkora hülye vagy te, hogy ez mennyire borzalmas, hogy én azt hiszem magamról, hogy hűde nyitott, meg hűde empatikus vagyok, és kimondják rá, hogy ő a sátán fia, és elhiszem, hogy akkor biztos, hogy gonosznak született. És szerintem én nagyon nagy eséllyel gondolom, hogy ez egy tudatos választás volt, és ezért került bele pont ő ilyen módon ez a karakter, hogy persze a legtöbb embernek manapság már egy gnóm, meg egy sárkány, meg egy ilyen kis blob, meg egy vérpincsi, meg egy tündér, az cuki.
De hogy azért az antikrisztust, azt már az ilyen toleránsabbaknak, mint én, hittem magamat, sem biztos, hogy beveszi a gyomra, hogy akkor az biztos, hogy egy kedves gyerek, pláne, ha egyfolytában ilyen nagy mindent bezegő hangokon, azt hangoztatja, hogy hogyan vett mindjárt véget a világnak. Tehát, hogy engem megtévesztett ez, hogy igen, hát biztos, hogy gonosz. És aztán a könyv megtanítja, hogy nem, és az, hogy neki az apja a sátán, attól ő nem született gonosznak, és hát ez amúgy nyilván egy rettentő fontos üzenet, hogy nincs olyan, hogy valaki gonosznak születik, és teljesen mindegy, hogy mi miatt gondolnánk azt róla, nincs, és ez engem teljesen szíven ütött a saját előítéletességem, és viszont ilyen szempontból valószínűleg teljes mértékben átéltem azt, amit azok az emberek gondolnak, akik a sárkánygyíkról, a gnómról, a blobról, a vérpincsiről és a tündéről is, meg minden mágikus lényről, ami nem a normális, azt gondolják, hogy biztos gonoszak, mert hát erről is hallottunk ilyen rossz dolgokat, meg ugye nyilván ezek a gyerekek mind azért lettek ennyire veszélyesnek besorolva, mert mindőjük került annyira ilyen érzelmileg megterhelt stresszes helyzetbe, hogy elkövettek olyan dolgokat, amiatt, hogy nem tudták kontrollálni az erejüket, amikkel okoztak kárt másoknak. Tehát, hogy az emberek nyilván hallanak olyan dolgokat, ami miatt veszélyesnek gondolják ezeket a gyerekeket, és tényleg ez nekem most értelmesen beütött, hogy valószínűleg átéltem ezt, és viszont jó érzés volt átélni azt, hogy hogyan tud ez átfordulni. Ez reménytetett abban, hogy másban is ez át tud fordulni, hogyha például egy ilyen módon be van mutatva neki ez a kontraszt. Úgyhogy... Te reméljük, hogy ez minden több emberhez eljut ez a könyv. Amiről még szeretnék beszélni ennek kapcsán, hogy ugye, amit mondtam, hogy nagyon szürke, bürokratikus, lelkileg kiüresedett helyzetből indul Linus, és már amikor megérkezik, ugye, és nem véletlenül az a címe, ami, hogy ház az égszínkék tengernél, és erről ugye többször is beszél, hogy a színek, és hogy itt tényleg a színek jelképezik neki azt, amit ő itt megtapasztal, amikor belép egy ilyen szeretetteljes, elfogadó közösségbe, és megtapasztalja, hogy milyen emberi kapcsolódásokkal élni, miközben ugye a városban, abban a világban, ahonnan jött, az pedig egy teljesen egy ilyen lélektelen környezet, és nyilván ott már néha karikaturisztikusan ábrázolt néhány karakter, de ettől függetlenül meg a csiráit, azt látjuk magunk körül, és ez nagyon jól bemutatta ezt az érzést. Nem tudom, hogy te vagy ti tapasztaltátok ezt meg, amikor az életedben eljön egy olyan pont, hogy találsz egy olyan közösséget, még ha nem is vagy szerves része, de egy olyan helyet, ahol így teljesen más, én éreztem már ilyet életemben, hogy így kiszínesedett a világ, és szerintem ez egy nagyon fantasztikus módszer volt ennek a bemutatására így a színekkel, és ez a könyv is abszolút nagyon jól visszaadta ezt az egész hangulatot, hogy milyen volt még ott a szürke világban, és milyen itt a szigeten a színek között. Meg nyilván a színek a sokféleséget is jelentik, nem csak a normalitás szürke egyformaságát, szóval nagyon, nagyon sokrétű ez a szimbólumrendszer, amivel ez dolgozik, és szerintem nekem ez is nagyon tetszett. Amit szerintem ugye még érdemes megemlíteni, bár valószínűleg ez sem újdonság annak, aki már egy picit is hallott erről a könyvről, ugye van benne LMBTQ-szál, és nagyon érdekes, hogy a könyv relatíve normálisnak kezeli az azonos neműek kapcsolatát. Például a házasság az egy jogilag valid opció, és annak ellenére, hogy ugye a mágikus lényekre ennyire fúj az egész társadalom, az LMBTQ emberekre annyira nem, bár az elején kapunk egy olyat, hogy ja, hát maga olyan, tehát, hogy így mintha azért az kicsit furának lenne tartva, de nincsen démonizálva, valószínűleg azért nem, mert kaptak egy másik ellenséget, akire fújhattak így mindenki kollektívan, és az elég nagy volt ahhoz, hogy másokat már ne felítenünk kelljen keresni. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és én amúgy ezt nagyon szeretem, hogy
azt ugye már mondtam, hogy nagyon szeretem azt, amikor valami olyan dolog, ami itt, itt nincs normalizálva, pedig kéne, az, az máshol úgy van bemutatva, hogy nem, problém, nem az, hogy mások problémáznak rajta, hanem pont, hogy ez, ez a normalitása van bemutatva. Úgyhogy én ezt is nagyon szerettem. Plusz ugye azért is nagyon izgalmas ez, mert így ugye pláne nagyon jó kontrasztban van ez állítva azzal, amit meg egyébként a mágikus ifjak elleni diszkrimináció és ellenérzések vannak. Hát tudom, hogy van ennek a mondatnak a vége. És nyilván ez ugye mindig nagyon érdekes, amikor bemutatnak egy olyan dolgot, ami ellen itt nem, ami itt nem létezik, és az van ott kirekesztve, és akkor ezzel, azzal, hogy viszont bemutat egy olyan dolgot, ami itt ki van rekesztve, de ott nem, ezzel ugye nagyon jól tud reflektálni, meg felhívni a figyelmet arra, hogy hoppá, vink-vink. Talán még azzal kapcsolatban, amit az elején Niki már mondott, hogy ugye az elején még nehéz volt egy kicsit így ráhangolódni a könyvre, és erről ugye az jutott eszembe, hogy ez nagyon jól párhuzamba állítható szerintem Linusnak az útjával, hogy a mi ismerkedésünk a könyvvel az olyan, mint az ő ismerkedése ezzel a számára teljesen más közeggel, ahogy láthat végre egy ilyen szeretetteljes érzéseken alapuló családi kapcsolatot, bár nem vér szerinti, de ez nem számít semennyit. És nekem pont ez jutott eszembe, hogy ugye csak a felszínt láttuk az elején még, és akkor ahogy így egyre jobban megismerjük, úgy kerül egyre közelebb hozzánk a történet. És hát mindenkiről lehetne beszélni, lehetne arról is sokat beszélni, hogy például a művészetek, vagy hogy általában mindegyik karakternek, mindegyik gyereknek megvolt valami érdeklődési köre, vagy valami, amivel igazán közel lehetett hozzá kerülni, és amivel így ő is közel tudott az adott felnőtthöz, mondjuk Linushoz, vagy mondjuk Fi Zoéhoz, így a természet kapcsán közel kerülni. Tehát például nagyon sokat beszélnek zenéről, mert az Linusnak nagyon fontos, meg Lucynak, illetve az írásról, ami viszont Szálnak, mint önkifejezési módszer. Úgyhogy ezek is nagyon izgalmas részek. És hát amiről még beszélnék, az Arthurnak a karaktere, aki... Ezt egyébként Molyon feltett kérdést Fruzsi, hogy ilyen könyvbeli apukák, ha valaki ilyet tud, akkor, hogy kik a kedvencei, akkor mondjon. És én felsoroltam párat, és odaírtam, hogy nekem ezzel a könyvvel kapcsolatban ezek az elvárásaim, és ha csak az teljesül, akkor én már teljesen elégedett leszek, és hát abszolút teljesült, attól számomra az az olyan típusú karakter, akit én a legjobban szeretek, és hogyha ő lett volna még ráadásul úgy a középpontjában, akkor meg aztán pláne, de szerintem nagyon jó, hogy nem ő volt, mert ő már így is nagyon jó volt, és amilyen utat Linus bejárt, az tényleg nagyon csodálatos volt, és amilyen a végére vált, az nagyon, ő is nagyon szívetmelengető volt. Egyébként szerintem az a tolerancia, és nem is tolerancia, empátia és megértés, amivel Arthur tud fordulni mindegyik gyerek felé, és főként ugye Lucy felé, akiben megtudjuk, hogy van sötétség, tehát itt nem arról van szó, hogy ja, ez a sátán fiú, ez csak valami névleg dolog, vagy kamu, hanem nem tudjuk, hogy ő küzd sötét dolgokkal, amik benne vannak, de hogy az, ahogyan ezt Arthur kezeli, és ennek ellenére nem gondolja úgy, hogy ez a sötétség meghatározná, vagy meg kellene, hogy határozza Lucyt. Ez szerintem nagyon sok, az olvasó számára szerintem nagyon sokszor felszabadító élmény lehet, nekem az volt.
aki küzd saját magában bármi sötétséggel, most bármi legyen is ez a sötétség, ami valamilyen módon stigmatizálva van a társadalom, vagy akár a szűk ismerősi baráti köre által is, annak szerintem nagyon felszabadító lehet ez látni, ez a tapasztalat a saját maga elfogadása szempontjából is, hogy elfogadjuk, hogy nem határoz meg minket az, amit rossznak, vagy sötétnek gondolunk, vagy negatívnak gondolunk magunkban, és nem kell egyenlőséget tenni magunk, és az a közé a dolog közé, és azok igen is lehet alakítani. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!